Köszöntök mindenkit. Legnagyobb meglepetésemre elindult a felvétel. Akkor csapassuk is egyből. Szerintem itt csökkent itt a technológiai fejlődése. Itt valami visszavetni, legalábbis úgy tűnik nekem, és nem tudom, hogy mi. Szerintem lehet, hogy nincs pénze. Nincs elég pénze, és az lehet a gond. Mert a kultúrája nem csökkent, tehát nem biztos, hogy a közhangulattal lesznek ott gondok. Ja, és akkor, hát híres személy. Ez egy generális lesz. Valahol megjelent. Kifosztottak egy kereskedőt, és építette egy csodát a hatalmas világító tornyot. És épít itt egy űrrakéta kilövő állomást. És az pedig kell neki a tudományos győzelmehez, úgyhogy ezt a várost el kell tőle vegyük majd. Mindenképpen. És kéne csinálni olyan hasznosat. Mondjuk egy kémet. Hát egy város negyedöt kéne főrántani. Hát legyen ez. Még azok a repcsik nem jutnak el innen túl messzire. Legyen katonai. Szerintem az jó választás lesz. És akkor, mivel itt már van egy katonai városnegyed, vehetünk vallási pontból katonai épületeket. És akkor innen lehetne nyomatni majd a katonákat. Tú. Most itt is van egy kis hitvány kis városa, de hát ide jött, hogy majd szed sejmet, meg igaz gyöngyöt, de jó lesz majd a közhangulatnak. Hát ez is kéne, amit csinálni, csak erősek ezek a városok, mert nagy fallal jönnek egyből. Aha, ezeket ki kéne lőni. És ami lényeges, hogy ez egy légvédelmi falatot is ellátnak ezek a hajók. Akár csak a csatahajó. Úgyhogy a bombázóval nem nagyon fog tudni mit kezdeni most. Csak a hármas a lőtávja. Használjuk. Fájna. Majd ezzel kicsit megfosztogatjuk. A világító torony. Noronyot lepusztította. Dicséretes. És itt pedig megindulunk errefelé. Onnan kezdjük az ostromot? Hát lőjük ki ezt a várost először.
És akkor kezdjük is meg a fosztogatást. Tehát ezt a fűrészüzemet itten felégetjük. Szerintem innen tök jó tudnék lődözni, ha megjön a ballon. Hol a ballon? Itt van a ballon. Ezek már atomkorszaki hajók szerintem. Lessünk csak ő. Tengatjára az modern. Cseréljünk helyet, szerintem az jó lesz. És itt már kifosztottunk mindent. Ússzunk át ezekkel, itt nem nagyon van mozgás most. Ez kell ide. Jó, hogy már van itt egy generális. Ja, ide akartam. Jó. Na, ez egy légierős, légvédelmi ágyú. Ez pedig maga az alap távolharci egységből lesz. Mutatom is miből. Hát ebből az ágyúból. Lesz ilyen géppuskás alakulat.
Ez a gazdaságilag erős város. Kéne néhány szórakoztató központot csinálni. Itt pedig ontani ki a katonákat, mert így gyorsan elkészülnek. És itt már képezhetjük ilyen nagyobb csoportban az erősebb egységeket. Ez nagyon jó. Az igazán kemény. 34 kör, sok. Jó, egyelőre ennyi. Sima egyszerű egységeket fogunk csinálni. És ez is erős gazdaságilag, ez a város is. Csinálják itt is egy szórakoztató negyedet. Csak itt nem lehet. Jó. Hadsereget itt nem fogok szerintem elállítani. Úgyhogy csinálunk itt kereskedőt. És a világító toronytól meggyógyult ez a hajó. És fosztogassunk tovább. Hát ez már a kikötő negyed volt. És valamiért nem is támadott meg, nem is értem miért. Pörköljünk oda neki. Ú, de masszív. És nem látom a várost. Talán majd, ha a balon ide ér. Viszont ez a repcsi kéne nekem most ide. Helyezzük át ide. Ide áthelyezzük. Ugye minden városközpont egy repülőnek tud leszálló pályát biztosítani, ha nincs építve reptér. Itt is van egy repcsi valahol. Egyre maradjunk a fedezékből.
Mindegy. Rakétás egység volt. Ja, hát most rám fog lőni, de nagy kaland. Majd tovább mozgunk. Juha, elintézik. Ajaj. Nagyon összegyűltek itt. Semmi gond, itt a hajó. Nem tudok mire lőni. Akkor mondjuk azt, hogy járőrözzön erre föl. Jó? Most ezt hogyan szedem ki? Hát ő túlerővel megpróbáljuk elintézni. Ez sikerült, tehát az ostromfegyver biztonságban van. És mi nem tud előni odáig, mert nem ért ide a balon. Na, hol vagy te balon? Gyere csak. Nincs elég közel. Hát akkor lövünk másra. Nagy kaland.
És ez már a várost eléri. A balon segít neki. Ennyit érnek a 200-as falak? Az azért elég kemény. Szerintem idehozom a csatorhajót is. És ezt a pár egységet is, itt legalább lesz egy kis légvédelem. Még egy város. Nagyszerű. Itt elvileg nem lát. Persze semmi sem biztos. Kereskedő. Lehet, hogy van kereskedős küldetés. Nincs. Amsterdamba én nem tudok menni. Akkor megyünk... Menjünk Kabulba. Kabul, Kabul. Jó. Azért bírja. Az első béke ajánlat. Hát ez nem sok. Mennyi pénze van? Van itt lóvé. Anyagi gondokkal biztos nem fog küzdeni, szerintem. És akkor milyen luxus cikkek? Aha, kakaó, gipsz, dohány, ezüst. És jó pár városa van. Jó, hát nem békélünk.
A world without radio. Ez se sikerült. Is a deaf world. És lesittelték szegény srácot. A world without radio is a deaf world. The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings. The inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries. Szerintem nem kéne cseréljek semmit. Atomfegyverek. Az finom. Ez kéne nekem. Kész is lesz. Ekkó. Csatahajó. Innen küldhetnék csatahajót, vagy ő... pedig ő repülőket szállít. Csináljunk egy ilyet. Anyahajó. Alig élte túl szegény. Balont arrébb kéne mozgatni. És innen se tudok rálőni, de miért nem? Ja, mert nem a balonnal jöttem, világos. Így né, tökéletes. És akkor ennyi a falnak a története. Az elég könnyen ment. Most már nem fog lőni a város. Egy gonddal kevesebb. És akkor ezt be is lehetne itt fejezni. Na, gyerünk már. Ú, de nehéz szülés volt. Egy ültetvény, majd jó kifosszuk. Bár ez a város mindjárt elesik, ha jól látom.
Hoppá, betörtek. Athénba. Küldjük ide a repcsit. Ezt tudna is támadni valamire, de mire? Városra, hát ez nagyon gyenge. Úgyhogy inkább helyezzük át Athénba. Álljon már. Tehát ki ne helyezni egy másik városba. Na most itt tudok-e vajon fosztogatni? Megvárjuk az admirálist, majd a másik tengeratjárak közt most kipróbáljuk. Ez itt nem lát elvileg. A biztonság kedvéért jövök még egyet. Most már kevés a mozgáspont. Nem baj, hogy rám lőjenek. És kifosztott egy kereskedőt. Alumínium. Lássuk, csak itt van. Yokohama mellett. Ez is lesz egy dolgozó. És itt a sitteltik a fővárosban. Nem, nem is a fővárosban, ez egy másik város. Ez a gyengébbik kémem lesz szerintem. Jó sok pénzt szedhet belőle. Na. Fasizmus. Tökéletes. És ő azt mondja, hogy ő kisebb a háborús teher, és kettő ilyen lap van. Milyen érdekes, szerintem összeadódik a kettő. Ez nem is kell nekem. Hisz a legtöbben haverok és nyitva a határ. Aki meg nem haver, az meg úgyis megtámad. Ha arra megyek. Ez is egy csomó pénzt hoz a konyhára. Jó van, amíg valahogy besűríteni ide.
Ez csak a lovasság. Ez ugye a tankok. A tankok ellen jó szerintem. Hú, mennyivel nőtt a pénz. Ugye megcsappant a kereskedők miatt, de nőtt is. Ezek nem kellenek. Szerintem ezeket átugrom. Ezek a hidegháborús lapok viszont érdekesek. És még egy kémünk lehet, ezt kéne elhozni. Na mindegy, egyenére nyomjuk ebbe a pontokat, aztán majd lesz valami. Admirális megjött, és lássuk a mérnököt és a kereskedőt. Hát visszik őket. Nem is kell költeni rá vallási pontokat. Jók lesznek azok ilyen katonai épületekre. Sőt, lehet mindjárt el is költünk katonai épületekre. Például ide. Ez egy jó példa. És akkor ilyen városokban ám nagyon komolyan lehet nyomni a hadsereget kifelé. Csetszpetsz. Úgyhogy ezt vagy el is kell juttatni a frontvonalra. Hát nyomjuk a kereskedőket egyenlőre. Egyetem. Ez engem nem érdekel. Sőt, itt van az alumínium. Szedjük ki. Kár, hogy megszállás alatt van és nem ér semmit. Hát majd egy békeszerződésbe átvesszük később, ha lesz béke. Kérdés, meg-e tartjuk a várost? Ez egy nagyon jó kérdés. Mivel nincs közhangulat. Mi van itt? Hát nincs is semmi. Se luxus cikk, semmi. Romboljuk le a fenét. Hát talán reptér volt ott, ami érdekelhet, de nem tartjuk meg a közhangulat miatt. Fosztani.
hogyha megtartottam volna, akkor tudtam volna gyógyulni a saját határaimon belül. Az azért lett volna jó. Na lássuk, ezt kifosszuk. Sarétrombányát. És itt is fosztogassuk itt a kikötő épületeket. Vagy ezt a bányát mindjárt. Milyen épületek vannak itt? Hát világítottam. Jó, fosszuk ki azt a bányát. Ezeket is, hogy addig is gyengül. Hát a farmot nem fossza ki akkor. Hoppá. A farmot nem fossza ki, akkor nem fog meggyógyulni, és akkor vége lesz. Így. Viszont lejárt az idő. Lássuk, mire jutottunk. Ez 137 volt, úgy emlékszem. Ez egy kicsit lejjebb bent. Hát egy várost ugye leromboltunk, talán azért. És két találmányt szereztünk, ő egyet se. Ezt azt hiszem 70 volt neki. Egy várost kiszedtünk. És ez pedig 1000 körül volt. Hát csinált valami utánpótlás, mert elég sok veszteséget szenvedett. És ezt pedig talán 17 városra emlékszek, vagy ilyesmire. Itt még nem történt semmilyen probléma egyenlőre. És ez az érdekes. Ez így volt. Ez is. Ez is. Nem történt ott változás.
És akkor közhangulatom milyen lett. És azért jönnek itt a háborús terhek. És itt már kényelmetlen érzik magukat, ez azt jelenti, hogy egy mínusz 1% termelékenység. Ez a boldogtalan, ez talán még több is, 10-15 is lehet akár. Most pontosan nem tudom. Mi alkotások? Hát van egy pár. És itt téma van. Összejött a téma bónusz. Ezt el is felejtettem talán mondani. Tök véletlenül egyébként, nem tudatosan volt. Hát azt elvisszük. Ez jó sok idő lesz. Információs korszakos. Talán ez az utolsó generális a játékban, és nincs több. Ez pedig az utolsó admirális lesz szerintem. Hát ezt behúzzuk előle. És ez az első szorosabb. Ezt lehet berántjuk majd, hogy ne legyen az övé. És jó is lenne, ha nem lenne az övé. És ő pedig... Ez úgyis a miénk lesz. És az egész jó kis bónuszt ad majd. Feltaláló. Ez is szorosabb. Már mindjárt elvisszük egy-két kör is a miénk. És hát ezek majd szépen lassan jönnek, de inkább lassan. Jó, itt már mindent mi vittünk. Hát talán megmutatta mindent, ami érdekes. Úgyhogy majd a folytatás jön. Szombaton... tervezek készíteni pár részt. Hát ezek majd valamikor este felérkeznek. És utána nem is lesz. Nem is lesz sokáig. Nagyon sokáig nem jön folytatása a sorozatnak. Remélem, befejezzük, lehet, hogy nem, lehet, hogy igen, meglássuk. Na, jó szórakozást, ciao!